De helyes cicád van. Ez lesz az. Két vagy maximum 3 nap, míg reagálnak. De ha fedezed a költségeket, akkor nincs semmi okuk arra, hogy elutasítsanak. Tibi, miből fedezed a költségeket? Banki hitelből. Ilyesmire is adnak hitelt? Menjünk moziba. Jó, csak nekem még vissza kell mennem dolgozni. Mégiscsak. Vedd meg a jegyeket, aztán este találkozunk. Köszönöm. Mit tud ajánlani ma este 10-re? Hogy menjen inkább színházba. Filmművészet haldoklik. A színház legalább már rég kiszenvedett. Nővel jön? Igen. Akkor nézzék meg az NH-t. Az nem tudom mi. Nándorfehérvár hősei. Történelmi akciófilm. Halló. Én vagyok, Szibi. Ma este fogsz dolgozni. Hogy? A Zeneakadémián ma este fellép valami mandolin ember. Bemész a hulláidhoz és fogsz egy kést. Aztán irány az akadémia. A pénztárban le lesz rakva egy Stromfeld Aurél névre. Ott lesz a barátunk is. Koncert után Jósika utca 26-ba fog sietni. De ma este én... Pont ma este kínai. Több lehetőséged nem lesz. A koncert 7:30 kezdődik. Nem eszed meg? Akkor zárás után... Hogy? Megyünk ma valahova? Ma? Aha. Ma este nem jó. Holnapról volt szó, nem? Igen. Kár. Akkor ma tévézek. Mi dolgod van? Tulajdonképpen semmi. Ja? Na jó, akkor holnap találkozunk. Holnap.
http://www.gastrofilm.hu/gastrofilm.hu/pagesper/random/opera-antikvárium/hivatkozás/dokumentum/gastrof Az 1997-ben alakult opera antikvárium szokásos antikváriumi profil mellett van zárójel, könyvek, képek, lapok, térképek, metszetek, grafikák, jobb zárójel. Na, hogy érzi magát? Sehogy. Mégis nehéz volt. Meg kellett csinálni. Megcsináltam. Az biztos, kínai. Az biztos. Megcsinálta. Nézze, egy ide után az új cipőnket is leisszuk sörrel. Körülbelül onnantól nem számít újnak. Szóval lazuljon, kínai. Nincs mitől tartania. Nem vagyok kínai. Márpedig, ha maga lilát szarik is, én már akkor is csak azt fogom mondani. Jé, lilát szartál, kínai. Megvan a pénzem. Mit óhajt? Adjak számlát? Csak gondoltam, meg akarja számolni. Nem szükséges. Bízom az emberekben. Vicces fiú maga! De azért remélem, nem találkozunk soha többé. Te is menjél, megjött a kocsim. Jól van már. Várjál, paraszt. Dear Mr. Malkov, our institute has received the application on your mother's behalf. And we happen to inform you that our clinic is at your service. Ugye ez egy ilyen bevezető szöveg, hogy megkapták a jelentkezésedet, meg ilyesmi. And we have already started to prepare the room, which can be ready to receive the patient in just a few days. Tehát pár napon belül akár mehet is az anyukád. And in possession of the medical records, we cannot yet promise anything, but I would like to inform you that our clinic has the most advanced technology to save any lives. Hogy biztatnak, meg hogy egyáltalán nem reménytelen az eset. And as soon as the first installment arrives to the above bank account, we will be ready to receive you with a warm welcome. Everything for help. Hogy ezen a bankszámlaszámon kell beküldeni a pénz felét, és akkor akár már mehettek is, és mindent az egészségért. Így fest, amikor jó kedved van. Nézzük meg a Nándorfehérvár hőseit. Az mi? Történelmi akciófilm. Én arra gondoltam, hogy elmehetnénk csónakázni a Városligetbe. Nézzük meg a Nándorfehérvár hőseit. Jó.
No, fiam, csak ne úgy sietősen. Kardba, a török már a végeken. Már is, az ördögbe. Ha estire kitakarítjuk rétjeinkről a törököt, együtt táncolunk a lakodalmatokon. Titus, csók nélkül rohannál csatába. Vettem néhány színes újságot, hogy könnyebben tudjunk beszélgetni. Itt van például ez a színész. Állítólag szakította a szerelmével, mert kiderült róla, hogy heteroszexuális. A párja is színész. Vagy bemondó? Ezeket mindig összekeverem. Hogy hívják őket? Nem találom. Magyarok? Hát igen. Vagy nem. Mindegy. Hova megyünk? Menjünk valahova. Mehetnénk. Egy presszóba. Nincs kedvem presszóba menni. Megmutatod a lakásodat? Itt szoktam levenni a cipőmet. Gondolod, hogy anyukádat meg tudják gyógyítani a svédek? Nincs kedved lefeküdni velem? Ilyesmivel én nem szoktam foglalkozni. Értem. Hány éves vagy? 37. Nem sietted el? Voltam már nővel. Igen. És? Most valami rosszat kérdeztem? Mi baj? Kedves Tibor, kérem bocsássa meg tolakodó és talán túlontúl szentimentális hangnemét levelemnek, mely elismeretlenül zavara ment. De ha végigolvassa sorokat, be fogja látni, hogy találkozásunk elkerülhetetlen, és mindkettőnk életét gyökerestül forgatja majd fel. A nevem Szirmai Ferenc, szilárd testkutatással foglalkozom a Központi Fizikai Kutatóintézetben. Nem untatnám feleslegesen az előéletemmel, még a végén olvasatlanul dobja el levelemet, azt hívén, hogy el akarok adni önnek valamit. De félre a tréfával. Néhány napja a véletlenek szerencsés játéka révén birtokomba jutott némi információ édesapámról, kinek kilétét mindedig homály fette előttem. És amit megtudtam, részben magyarázattal szolgált, hogy azóta sajnálatos módon szintén elhalálozott édesanyám miért nem beszélt soha a férfiról, akinek az életemet köszönhetem. Most számomra is egészen váratlanul 45 éves koromra kellett megtudnom, hogy apám mindvégig egy városban élt velem, és hogy a neve Kertész Artúr. Apám és anyám között szenvedélyes, ennek megfelelően rövid volt a szerelem. Apám gyorsan eltűnt az életünkből, mint megtudtam, azért, hogy nem sokkal később alapítson egy családot, mely mellett végül lehorgonyzott. De önt azért kerestem meg, mert apám néhány évvel később újabb szeretőt ejtett meg törvényes felesége mellett. Ezt az asszonyt Malkáv Rozáliának hívják, közös gyermeküket pedig Malkáv Tibornak. Nem tévedek, igaz, Malkáv úr? Ön ugye soha nem ismerte az apját.
Akkor tehát ön az én féltestvérem. Abban bízom, a félszocskát rövidesen elhagyhatjuk. De ami bizonyos, életünk mindörökre összefonódott. És akárki is ön, büszke vagyok, hogy rokonomra találtam önben. Lejjebb megtalálja az otthoni telefonszámomat. Kérem, érezze felhatalmazva magát, hogy a nap vagy az éj bármely szakában, amely önnek megfelel, felhívjon. Alig várom az első személyes találkozásunkat. Testvéri üdvözlettel, Szirmai Ferenc. Azt tudod, hogy vagy 10 perc állunk így? Elmennél most? Hogyne? Azért megyünk még moziba? Persze. Semmi baj. Ide adnád a mai jegyeket? Hogyne. Köszönöm. Szia! Haló. Szirmai lakás? Az. Én Szirmai Ferenccel szeretnék beszélni. A férjem tegnap este meghalt. Mit akar tőle? Ki maga? Én Szirmai Ferenccel szeretnék beszélni. Ne figyeljen. Mondja meg a főszerkesztőjének, hogyha még egy söpredék firkászt rám küld, beperelem a mocskos újságjukat, érti? Megértett engem? Én... Jó napot kívánok! Dr. Hart Ildikó vagyok, a BRFK életvédelmi alosztályának nyomozója. Ez pedig a társam Schwarz, szintén nyomozó. Malkáv Tibor? Én vagyok. Megengedi, hogy leüljek? Tessék. Malkáv úr, nem kell megijedni. Azért jöttünk csupán, hogy feltegyünk néhány kérdést. Mond önnek valamit az a név, hogy Szirmai Ferenc? Igen. Aztán honnan ismeri? Tegnap este levelet kaptam tőle. Tehát ismerik egymást? Nem. Soha nem találkoztak? Nem. Csak levelezgetnek. Nem. Azt akarja mondani, hogy a tegnap esti levelet leszámítva soha semmilyen körülmények között nem érintkeztek. Igen. Mit írt magának? Azt írta, hogy a féltestvérem, és szeretne velem találkozni. Nem nagyon rendítette meg a hír, igaz? Engem a dolgok nem szoktak megrendíteni. Akkor ezt hallgassa meg. Nevezett Szirmai Ferencet tegnap előtt éjjel meggyilkolták. Megosztaná velünk, mit csinált tegnap előtt este 10 óra és éjfél között? Uram!
Velünk van még? Gondolkoztam. Jutott valamire? Tegnap előtt 17-e volt, augusztus. Este 8 óra 11 perckor befejeztem a munkát, és beültem a rókacsapdába. Rókacsapda? Az egy kifőzde. A Pilinszky utca és a Helmet sarkán. Ott dolgozik Psotka Edit. Zárás után 10 óra 30 perckor beültünk a híradó moziba, és megnéztünk egy filmet. Éjfél után pár perccel távoztunk. Mit láttak? Úgy általában? A moziban. Nándorfehérvár hősei. Maga felkészült erre a beszélgetésre? Tegnap estig azt sem tudtam, hogy van egy fél testvérem. Pedig akkor már nem is volt. Malkáv úr, az elkövetkezendőkben gyakran fogunk találkozni. Arra kell kérnem, ha egy mód van rá, ne utazzon el a közeljövőben. Nagyon köszönjük az együttműködést. Kérdezhetek valamit? Parancsoljon. Ha én tegnap estig azt sem tudtam, hogy közöm van Szirmai Ferenchez, maguk hogy találtak meg? Amint átnéztük az áldozat családját, megtaláltuk magát. Lehet, hogy maga nem tudott róla, de évek óta hevertek itt-ott iratok, amikből bárki rájöhetett, hogy maguknak közös az apjuk. Innentől pedig kötelességünk kihallgatni önt. Százalék. 30%. Panel munkamenet helyreállítása gomb. Azt az embert keresem, aki Kyklopsznak nevezi magát. Engem? Saját magát. Kyklopsznak? Igen. Miért? Mert csak az egyik szemével lát. Az még mindig egyel több, mint nekem, nem igaz? De, igaz. Mondja, ember, mi baja van magának? Ez költői kérdés. Taphatatlanság volt válaszolnia. Bocsánat. Miben segíthetek? Itt találkoztam vele tegnap. Ott hátul beszélgettünk. Ja, az a Kyklopsz. Ha esetleg összefutok vele, mit mondja, kikereste? Inkább mondja meg, hol találom. Micsoda, egy indiszkrét ember maga. Ha ő nem akar találkozni magával, akkor soha nem fogja megtalálni. Ha benéz, megmondom, hogy kereste. Kiadó 1939. piros, kötésben ár 2.3. Halló, hülye úr! Nem mondta meg a nevét! Mondja meg neki, hogy a kínai kereste. Igen? Jó napot. Beszélgetni jöttem. Újságíró? Nem. Akkor? Korboncnok. Ez valami hülye vicc? Nekem nincs humorérzékem. Kicsoda maga? Malkáv Tibor. Atyaisten, maga a Feri testvére. Jöjjön. Ne haragudjon, de rengetegen zaklatnak azóta. Nem minden nap történik ilyesmi a nyílt utcán. Tulajdonképpen miért jött ide? Megnézni, hogy élt. Érdekes. Pedig nem tűnik érzelmes típusnak. Meséljen róla. Mit szeretne hallani? Azt szeretném tudni, hogy ki volt a férje. Mi
Minden úgy van, ahogy hagyta. Nem nyúltam semmihez. Érdekes. Pedig nem tűnik érzelmes típusnak. Igen, azok ott a maga adatai. Alatta pedig a harmadik testvérüké, óvónő vagy mi. Maga szerint miért ölték meg? Gondolom, kirabolták. Nem mondta a rendőrség, hogy nem vettek el tőle semmit? Számít ez? Egyáltalán nem kíváncsi a gyilkosára. Dehogy nem. Mint az emura az állatkertben. Amiért rá, talán még kíváncsi is vagyok egy kicsit. De hogy ki az, azt hiszem teljességgel mindegy. A férjem halott. A rendőrség majd megkeresi a gyilkost, és a pasassal együtt szépen elmesélik, miért csinálta. Kertész Ágnes. Igen, én vagyok. Örülök, hogy eljött. Bocsánat. Ön tudja, hogy én ki vagyok? Azt azért nem mondanám. Sok mindent kell bepótolnunk. Mindig érte jönnek utoljára, és mindig én várom ki vele. Egy picit abban bízom minden nap, hogy hát, ha elfelejtik. És akkor hazavihetem. Évika az egyik kedvencem. Nem számíthat senkire. Ahogy én sem számíthattam apámra. Apánkra. Soha nem említett engem, vagy Szirma.